Most levegyem már a szemüvegemet. Ja, mert azért van a szemüveg rajtam, ezt el kell, hogy mondjam, mert a szemészetről jövök. Kitágították a bal pupillámat, mert valami foltot láttam, és annyira csúnya, hogy nem merem levenni. Került kapcsolatba a szinkronnal, hogy mi volt az első szerepe, hogyan kezdte el? Aha, hát az úgy volt, hogy én a Budapesti Gyermekszínházban játszottam. Ez a mostani új színház helyén működött. És akkor a tévének voltak olyan meséi, ahol ilyen rajzfilmek voltak, meg bábfilmek, és engem nagyon sokat hívtak oda szinkronizálni. Hát ez volt az eleje, aztán én elkerültem Kaposvárra, és attól kezdve nem nagyon hívtak, és ez a szinkronizálásos történet így megszűnt. Sőt, az elején ugye szinkron is volt, meg sok rádiójáték. Akkor még a Kornis Mihály rádióban rendező volt, nagyon sokat hívott mesejátékokhoz. És mondom, ahogy elmentem vidékre, hát ugye kicsit messze volt Kaposvár, úgyhogy onnan kezdve nem hívtak. Amikor visszakerültem aztán Budapestre, akkor meg már annyira nem emlékeztek rám, akkor ugye elszakadtak a szálak. És akkor a későbbiekben meg fölvevődött ez a fonal, meg hát ugye van egy hangi adottságom, akkor még alkati adottságom is volt hozzá, hogy sok gyerekszerepet játszottam, meg egy kicsit gyereknek látszódtam. És akkor így tulajdonképpen. Szóval a szinkron is akkor így kezdődött, és amikor visszatértem a szinkronhoz, hát akkor is ez volt, hogy kihasználták azt a hangi adottságot, ami akkor nekem volt. Sokan keverik is Pogány Judittal. Igen, ez nagyon érdekes, ezt én is hallottam, illetve számomra az volt a legmeglepőbb, hogy amikor hallom magam vissza, akkor én is hallok egy olyan, azt hiszem az S hangzónak, meg nem tudom, szóval valahogy a beszéd fordulatnak, nem tudom, van valami karakterisztikus hasonlóság, de inkább csak hasonlóság, mert hogyha minket egymás mellett hallanak beszélni, akkor ez senkinek nem jut eszébe, sőt, hogyha egymás mellett látnak bennünket, akkor sem érzékelik, hogy mi hasonlítunk. Ez egy ilyen érdekes fordulat az életünkben, nem tudom. Rokoni kapcsolat is van önök között? Hát annyiban, hogy a bátyámnak a felesége a Judit, de vérrokonság nincsen ebből adódóan. A Dragon Ballba hogyan került bele, ki hívta ki a szerepre, és tudta, hogy ez egy ilyen hosszú sorozat lesz? Én nem hallottam a Dragon Ballról, hanem elkezdtek szinkronizálni, hívni újra a 90-es évek elején, és akkor a Manóvári Manók című sorozatra hívtak az EHO szinkronstúdióba, és ott Breyer László volt a szinkronrendező. És mondta, hogy majd a későbbiekben fog hívni egy érdekes sorozatra, ami ugyan már elkezdődött, megment is, de hogy a főszereplőnek megszületett a gyereke, és én leszek a gyerekének a hangja. Ugye a Lipai Laci volt aztán ugye a Songo, ő volt a, ki is volt az a Songohán, Songoten, az voltam én kettőn, és a Lipai Laci volt a Songoku. Hát a lényeg, persze. A főhőse ugye a Dragon Ballnak, a Songoku volt, igen, és ugye annak megszületett a gyereke, és akkor az leszek majd én, de hogy majd szól. És akkor egyszer csak szólt, de amikor már szólt, akkor már tudtam, hogy ez sorozat, de én addig nem ismertem a Dragon Ballt. És akkor ugye ez a Dragon Ball Z, ez a változat, ami aztán utána jött, és a gyereke, a Songoku gyereke a Songohán, és amikor a Songohán megnőtt, akkor lett a Csöre Gabi, és annak a gyereke a Songoten, az is én voltam. Testvére. Songoten? Igen, ő is a Songoku fia volt. Tényleg? Igen. Nekem teljesen olyan volt, mintha ő
hogy mint hogyha ő lett volna az apukája a Zsongor. Hát de... meghalt végül is, utána feltámadt, de meghalt akkor ugye az apja, és akkor gondolom a Zsongorán ilyen apai szerepet töltött be nála. Értem. Ennyire voltam tájékozott a dologban, hogy adtam kölcsön a hangom, és nem tudtam kinek, hát nagyon szégyellem magam. Nem tudtam, hogy ő nem az apukája volt. Tehát ezek szerint a két testvért szinkronizáltam. Igen. Én. Hát ez fan. De én magammal sohasem beszéltem. Tehát én nem érzékeltem, hogy mi testvérek voltunk. De nem, mert ugye fölnőtt a Zsongorán. Igen. Utána eltelt 7 év a sorozatban. Aha. És onnantól vették föl a fonalat. Valamikor abban 7 évben született meg a Zsongorán. Jaj, de szép. Hát én ezt nem tudtam, bocsánat. És nem volt furcsa, hogy fiúra hívták ki? Nem volt furcsa, mert én nagyon sok kisfiút játszottam annak előtte, például a Budapesti Gyermekszínházban, de később is. Egyszerűen még amikor szerepet játszottam, úgyhogy láttak a gyerekek, akkor sem zavarta őket az, hogy én tulajdonképpen lány vagyok. Sőt, a kezdetén, amikor én 20 évesen voltam gyerek szereplő, akkor volt olyan, hogy az említett Budapesti Gyermekszínházban, ahol kezdtem a pályát, ott volt olyan, hogy a gyerekek megvártak bennünket, mármint a néző gyerekek. És akkor volt olyan, hogy egymás között suskusoltak, és akkor mondta az egyik a másiknak, ugye mondtam, hogy lány. Tehát az fel nem merült, hogy felnőtt vagyok, csak az volt a téma, hogy lány vagy fiú. Úgyhogy nem, nekem nem volt furcsa, az is egy feladat, és azon is át lehet menni, meg azon is átengedhetem az érzelmeimet. Fiú, vagy lány, vagy kiskutya, például az Ózban kutyát játszottam ott, vagy a Farkas és a Hét Gidában én játszottam a Pirinyót, és akkor is már 20 éves voltam, és teljesen elfogadták, hogy én az vagyok, aki ilyet. Hát a színésztől elfogadják, hogy az, ami vagy, aki. Ez az Óz is egy rajzfilm sorozat volt? Nem, az Óz az egy... Mert többféle egy... változat volt. Igen, az nem szinkronban volt, hanem az az élő színházban volt. Igen, 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 és a Csiszár Imrének az volt a vizsgarendezése a Budapesti Gyermekszínházban. Akkor. Ez a 78-ban volt. És amikor elkezdte csinálni a sorozatot, akkor ugye ez újdonság volt, ilyen azelőtt még nem volt Magyarországon. Uh-huh. Milyen véleménye volt róla, hogy egy helyenként, sőt, nagyon is erőszakos rajzfilm, uh-huh. illetve, hogy filmszerű a beállások miatt, a dramaturgia miatt? Izgalmasnak találtam, és nagyon furcsának, és az volt a legérdekesebb, hogy én először mindenféle ilyen erőszakmentes dolgokat szerettem volna, mert pont előtte a Manovári Manokat forgattuk, mármint csináltuk itt szinkronban, és annyira kis finom volt és édes, tehát semmiféle keménykedés nem volt abban, és ez meg hót ellenkezőleg egy ilyen durva erőszakos filmnek tűnt, de közben meg csinálni mégiscsak érdekes volt, tehát én nem érzékeltem úgy a durvaságot, hogy Úristen, mit szólnak majd a gyerekek. Hát ezt annál is inkább mondom, mert ugye a képi világ az egy dolog, de közben meg a Grimm mesék, a különböző régebbi, nagyra értékelt mesék tele vannak durvasággal és keménységgel, és ugye nyilván az a vélemény, hogy de azt nem látja, hanem elképzeli. De azt köszönöm szépen, az pont elég, ha én sötétben gyerekként nem tudok aludni, mert úgy képzelem el a farkasnak éppen a saját nagymamámat kapja be, mert elképzelhetem gyerekként, bármit elképzelhetek. Tehát én szerintem ez egy álságos történet, ráadásul azóta sokkal keményebb dolgok mennek a tévében, és sokkal durvábban. Ami pedig még egy, szerintem egy ilyen kicsit álságossá teszi ezt az egészet, hogy ahhoz, hogy megismerkedjek valamivel, ami nem jó, amit kerülnöm kell, azt nem lehet elfedni, hanem azt
azt meg kell mutatni, és fel kell mutatni esetleg azt, hogy mi ebben a rossz, és mi ebben, ami kártékony, vagy mire vigyázzak vele kapcsolatban. De ha úgy csinálok, mintha nem lenne, akkor, akkor becsapom magam is, meg adott esetben a gyereket is. Tehát az sem működik, hogy nem engedem ki a hidegbe a gyereket, mert megfázik. Hát kiengedem, csak fölöltöztetem. És lelkileg is fel kell öltöztetni a gyereket. Tehát ha együtt nézünk például egy olyan filmet, amit én úgy gondolok, hogy kártékony neki, akkor ha vele nézem meg, akkor oda bújik hozzám, akkor megbeszéljük, akkor de jó, hogy ez csak egy rajzfilm, közben lehet izgulni, mert közben meg az is fontos, hogy különböző, hogy is hívják ezt, tehát receptoraimat elérje az izgalom. Az is fontos, hogy megtanuljak drukkolni valakiért, hogy kiálljak valami mellett, vagy valaki mellett, hogy összefogásra buzdítsam a gyerekeket, anélkül, hogy te most fogjál össze, vagy fogjál össze velem, anélkül. Mégiscsak egy csapat szellemet tudok tanítani a gyereknek azáltal, hogy valami olyat mutatok, ami mutat egy összetartozást. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és szerintem álszent dolog elbújni a valóság elől. Akkor gondolom értesült a média botrányról is, hogy betiltották. Hát annál is inkább értesültem, mert egyszer csak azt hallottam, hogy ezt nem vetítik, és akkor megpróbáltam így megnézni, hogy mitől nem, és akkor hallottam, hogy betiltották, mert durva. És akkor úgy, hát az úgy nem volt jó, hogy betiltották. Nem csináltam semmit ellene, mert hogy mit is csinálnék, én csak egy beosztott színész voltam benne, csak sajnáltam. És felmerült az, hogy emiatt abba hagyják a szinkronizálást? Nem hiszem, hogy bárkiben felmerült. Nem tudok erről. Tehát akkor ez ki volt adva, meg kellett csinálni? Amikor a média botrány kitört, az emlékeim szerint az akkor történt, amikor már túl voltunk a felvételeken. Tehát túl voltunk a felvételeken, először volt ugye az első sorozat, amikor még Songohán voltam, aztán később meg Songotenként fölvettük a részeket. Most azért próbálok elgondolkozni, mert én úgy emlékszem, hogy már a teljes föl volt véve, amikor kiderült, tehát el is kezdték vetíteni a Songohános részeket, már mint nekem Songohános részeket, és akkor egyszer csak az állt le. És utána már nem volt kérdés, hogy fölvesznek-e még részletet, vagy nem. Nem tudom, hogy a 290 akárhányon kívül mennyi volt még. Az volt a vége. Az volt a vége, ugye? Tehát mondom, igen. Akkor azt mi fölvettük, és a botrány csak később jött, amikor már elkezdték vetíteni az első részleget, az Ednek az első részeit. Ez megkötötte a szabad idejét? Például, hogy egy ekkora szerep miatt, hogy ne cseréljék le a hangját, teszem, azt nem mehetett el mondjuk nyaralni, vagy... Ilyen nem volt. Nem, ilyen nem volt. Meg az az igazság, hogy nekem ez nem tűnt nagyon megkötésnek. Szóval, hogy én nagyon élveztem. Én nagyon élvezem a szinkronizálást. Azt bánom egy kicsit, hogy most kevés van, vagy nincs. Inkább így mondom, hogy nincs. Tehát nagyon régen szinkronizáltam utoljára. Azon gondolkozom, hogy szerintem évek kell ezelőtt szinkronizáltam. A Szex és New Yorkban szinkronizáltam utoljára a Bébi hangú nő címűt. Az volt egy ilyen felnőtt, mert általában egyébként rajzfilmekhez hívtak, meg még az Elhagyott gyerekek városában is szinkronizáltam, ami felnőtt, de alapvetően gyerek. Melyiket szereti jobban? Az élő szereplőset, vagy inkább a rajzfilmet? Mindegy. Tényleg mindegy. A rajzfilm a szabadabb, tehát ott nem kell annyira figyelni. Bár az élő szereplősnél is van az, hogy odahúzzák, tehát az se gond. Hát figyelni kell, nekem mind a kettőben jön. Hirtelen az jutott eszembe, szinkron élmény, hogy volt egy olyan film, fogalmam sincs a címére, az az igazság, az nem sorozat volt, ahol a Bódi Gergő még gyerek volt, és sokat szinkronizált gyerekként.
és azt hiszem, hogy akkor még nem tegeződtünk. De az volt a lényeg, hogy nagyon nagy veszekedés volt közöttünk. Én voltam a húga hangja, és nagy csihipuhi volt a filmen, és én tudom, hogy minden olyan, tegeződtünk, veszekedtünk, minden, majd a végén elköszönt csokolom. Ez nagyon helyes volt. Na, erre például emlékszem, ilyen kis szinkron sztorira. Akkor ezek szerint mindig fiatalabb szerepekre hívták a hangja miatt. Igen, gondolom, igen. Tehát ez azt hiszem, hogy ez a normális. Tehát nem a civil ember az érdekes az ügyben, hanem mindig az az érdekes, amilyen karaktert formál. Ez legyen hangban, legyen a színpadon, de gondolom, hogy ez így normális. Egy kisgyerek az nem nézi, hogy hó, az a néni, az nem néninek gondolja az illetőt, abszolút. Én azt gondolom. De hát természetesen megértem az ellenvéleményt is, hogy a felnőtt azt tudja, hogy az a valaki az már idősebb, és akkor mit keres a szinkronban. Engem viszont az zavar, hogyha valódi gyerek szinkronizál, viszont borzalmasan. Gondolom ezért is hívták itt, főleg a Dragon Ball-ban könnyebb volt egy felnőtt profi színésszel megoldani, mint mondjuk egy gyerekkel, Igen, vagy ennek. akármelyik szerepben. A régi szinkronokban én úgy emlékszem, hogy a gyerekeket mindig felnőttek csinálták, a legtöbb esetben. Igen, általában így van. Sokkal érdekesebb egyébként tényleg hangkarakterekre figyelni, és annak megadni, ami jár neki, mintha megnézzük, hogy hány éves az illető, mert az nem mindig jön be. Egyébként vannak remek gyerekszinkronosok, tehát akik tényleg kiválóak. Az én időmben is, például volt én időmben, talán amikor még jártam szinkronizálni, akkor nagyon sokat szinkronizáltam például a Mánya Zsófival. Ő is egy gyerek volt, én is egy gyerek volt, mármint hangban. Úgy voltam, mármint hangban. Igen, ezek érdekes dolgok. És mostanában miért nem hallhatjuk a hangját? Hát, mert én csak egy színész vagyok, és nem egy szinkron rendező. Hát nyilván azért, mert nem hívnak. De, tehát nincs baj, én szívesen szinkronizálnék, örülnék, ha hívnának, de nem járok kérni, hogy szinkronizáljak. Úgy nem járok. És akkor Volt úgy, bocsánat, hogy megszakítom, volt úgy, hogy hívtak szinkronizálni, úgyhogy ilyen csoportos cuccot, és nem azért, mert derogál, hanem egyszerűen azért, mert ugye én most vezetek egy kicsike színházat, és rengeteg igazi dolog van meg feladat, háttérmunka is, irodai munka is, mindenféle munka is, és sajnálom az időt tömegezésre, mert azt tényleg bárki meg tudja csinálni, szóval ahhoz nem kell színésznek lenni, és akkor így azokat nem nagyon vállalom. és ki is emelkedne a hangja a tömegből. Hát, hogyha nem kellene, hogy kiemelkedjen, akkor arra vigyáznék, hogy ne. Nem, persze. Nem hiszem, hogy kiemelkedne. És akkor ezek szerint a Sex és New York volt az utolsó, amiben hallhattuk. Igen. A Dragon Ball-ra visszatérve, önnek mi a véleménye a sorozatban felépített világról? Hát ez jó kérdés, annál is inkább, mert ugye darabokat láttam belőle, és nem folyamatában, tehát nagyon ritkán csíptem el például a filmet, úgyhogy megnéztem egy-egy epizódot. Például ezért nem emlékeztem már, hogy milyen hosszú egy epizód, mert azt nagyon régen volt. Hogyha a világnak azt tekintjük, hogy milyen elvont dolgok történnek, akkor ez a világ, ez számomra távol van. Tehát például a Matrix című film, amikor csak így kibeugrogattunk az idősíkokból, meg mindenki mindenhol lehetett, az számomra nagyon idegen volt. De mert mese volt, tehát meseként éltem meg, ezért elfogadtam, hogy ez is egyfajta mese, csak ez a 20. század meséje. Mert ugye akkor a 20. század végén jártunk,
a Dragon Ball felütötte a fejét. És voltak rajzfilmektől nem szokott, nem megszokott dolgok is benne, például, hogy repülnek a szereplők. Na, ez a mese része normális. Persze. Ez nem volt akkoriban meglepő? Vagy furcsa? Nem. Sárkány is repült. Van sárkány. Szóval ne, én nagyon közel vagyok a mesékhez alapban. Tehát, szóval én szeretem a meséket, szeretem a gyerekekkel kapcsolatos. Úgyhogy ez abszolút nem volt nekem furcsa, hogy repültek. Egyszer csak dobbantott egyet, és akkor már ott volt a másik hegycsúcson, ott ordított egyet, és arrébb repült. Mese, nem volt furcsa. Tehát a mesétől nem... Tehát az almától nem várom el, hogy körte legyen, és így tovább. A mese meg mese, bármi lehet. Tehát nem. És nem volt furcsa. Megöregedtek a szereplők, és felnőttek, meg hogy valóban életkoruk volt. Nem gondolkoztam el rajta, most, hogy mondja, hogy ez lehet, hogy érdekes lehetett volna. Nem gondolkoztam el rajta, lehet, hogy tényleg kellett volna, nem tudom. Az meg lehet, hogy az én hibám, hogy így nem gondoltam abba bele, hogy na most akkor, most miért is öregedett meg, amikor közben meg bármi megtörténhet? Tehát hogy nem logikusan nézem a mesét, és ma sem logikusan nézem a mesét. Most én megpróbálok ezen elgondolkozni, de most például én nagyon sok mesét rendezek, és nagyon érdekel benne a gyerek, hogy ő mit vesz le, és én pont ugyanúgy tudom nézni a sztorit, mint az, aki nem ennyire tudatosan gondolja végig. Tehát el tudom gondolni, hogy a gyerek, aki nézi a sztorit, hogy az mennyire tud csapongani. Állatian tud csapongani. Miért ne? Szóval nem, de most tényleg... De igen, így van. Nem régen volt gyerek. Hát szóval gondolja végig. Meg az, hogy ebbe így beleszerelmesedett, ennek is van valami oka. Nem? Vagy... Mármint a szinkronba, vagy a sorozatban? Nem, abban a sorozatban, hogy ez gyakorlatilag egy olyan történet, ami a valóságban nem történhetne meg. Ergo, nevezhetjük mesének. És mégis mennyire megfogta, nem? Igen. Gyerekként, nem? Meg felnőttként is. Sőt, amikor ment a tévében, rengeteg felnőtt rajongója volt a sorozatnak. Ugye? Na, szóval hogy a felnőtt sincs elzárva a képzelet világától. Pont az a baj, hogyha a mai felnőttek sokkal jobban emlékeznének arra, hogy gyerekek voltak, akkor sokkal kevésbé lenne konfliktusos az élet a fiatalabbak meg az idősebbek között. Mert elgondol, ja igen, ja per, ja aha, ja tényleg én ebben a helyzetben hogy csináltam, vagy hogy éreztem a világot, és akkor az már úgy jó. Amikor először szinkronizálta, hogyan formálta meg a szerepet? Mi segített ebben önnek a rendezői instrukció, a magyar szöveg, vagy a francia hang? Szerintem így együtt, vagy is, vagy éppen mikor mi. Mert a gyerek, tehát először is hallottam, ahogy beszélt, ez egy dolog volt a fülesen, a másik pedig, hogy a rendező mindig kért valamit. A harmadik pedig, hogy az ember, ha elkezd tisztában lenni az adottságokkal, és felszabadítja, mármint a saját adottságaival, akkor egyszerűen csak ráengedi. Tehát én bármilyen hangon, ha akarnék, akkor tudnék beszélni az én kereteimen belül, nem igaz? Tehát egyszerűen van egy karakter, amit ismerek, és a megfelelőt húzom ki a fiókból. És utána odaadom neki a lelkemet. És észre se veszem, hogyha az ember bármit csinál, akár szinkronizál, akár színpadra lép, tisztában kell lenni önmagával nyilvánvalóan, mit lehet ebből kihozni. Most nekem nagyon sok problémám volt a saját hangommal, és engem nagyon bántott, hogy sokáig gyereknek néztek. Nem csak kívülről, hanem például a telefonáltam, akkor felnőttet kértek a telefonhoz. Ez akkor volt a legnagyobb baj, amikor operálták a térdemet például, már 20 éves voltam, és akkor még csak kétféle taxi volt, a Volád meg a főtaxi,
és nekem el kellett volna mennem kontrollra, de még nem tudtam buszra szállni, mert még nem hajlott úgy a térdem, meg stb. És hívtam egy taxit, és kértek egy felnőttet a telefonhoz, és mondtam, hogy nem tudok adni, mert én vagyok a felnőtt, ezen röhögtek egyet, és letették a telefont, és utána megnéztem a telefonkönyvben, hogy hol van az osztályvezetőjük, vagy a vezetőjük, annak van egy külön telefonja. És majdnem, hogy sírva hívtam őket fel, hogy nekem ez a hangom, viszont el kell mennem a sportkórházba, ez a problémám, és hogy ugyan már küldjenek egy taxit. És akkor küldtek taxit. Na, azóta azért megtanultam, hogy az a hang azért az kezelhető, tehát egy kicsit komolyítható, meg mélyíthető, meg felnőttesíthető, meg nőiesíthető, meg vadítható. De hát a gyerekhang az akkor is egy adottság, tehát azt ki lehet használni. Így van. Úgyhogy ennyi. Ennyi volt a nagy hangkarakter változtatás, és most érdekes, hogy én használom a hangomat különböző féleképpen. Például a színházban a képzelt beteget játszottuk, és én játszottam a képzelt betegnek a második feleségét, aki egy gazcsábító is, meg ármánykodó nő, és azt kérte tőlem a rendező, hogy mélyen beszéljek, hogy ilyen nagyon ilyen búgón, és az egész szerep alatt csak így lehetett megszólalni, tehát ez volt a hangja a hölgynek. Ilyen cigarettázós, ilyen mély. És annyira jó pofa lett ettől a figura, hogy ennyire eltolt tőle hangban, hogy egy ilyen nagyon izgalmassá vált a feladat is ettől, meg a mozgás is hirtelen változott, meg az egész. Tehát, hogy volt ennek egy ilyen nagyon, nagyon érdekes utóhatása. Hát megtanultam magamból, nem is gondoltam volna, hogy ezt is tudja a hangom, ha akarom. Tehát igen, érdekes dolgok ezek. Szóval aki tud bánni a hangjával, annak jó. Az könnyebben szinkronizál. És akkor ezt tudja használni más területeken is. Persze. Mélyített hangot. Persze, persze. Meg nagyon szeretek énekelni, az is egy ilyen elég nagy ív, amit lehet használni. Úgyhogy igen, az érdekes. Vannak zenés darabjai? Igen, igen, igen. Általában a mesejátékot például majdnem mindig zenével látják nálunk a gyerekek a mesejátékokat, és ezek ilyen énekes zenés mesejátékok, úgyhogy igen. A Dragon Ballra még visszatérve. Igen. Nem volt furcsa, hogy egy nagyon nagy szerep után kihívták egy újabb főszerepre? Nem, sőt, jól esett. Gondoltam, hogy azért hívnak, mert megfelelt a történet. És mi a vélemény a két karakterről? Milyen különbségeket vagy hasonlóságokat lát közöttük? Én nem látok különbséget így hosszú évek távlatából, mert én nem nagyon láttam őket mostanában. Tehát nem, én akkor csak a feladatra koncentráltam, arra, hogy le kell szinkronizálni azokat a részeket, és a helyzeteket láttam mindig megoldandónak. Tehát nem az volt az érdekes, hogy most milyen alkat, és én hogy tépelődjek rajta, hanem abban a pillanatban ott mit csinált. Nem is biztos, hogy különbözött a... Tehát tudtam arra figyelni, hogy ajaj, most akkor ez már nem is a Songohan, hanem a Songoten, akkor most, hogy is legyen most, akkor ennek legyen egy kicsit olyanabb a hangja. Mert annyira nem egyszerre vettük fel. Nem is volt a kettőnek egymáshoz köze ilyen szempontból, és így aztán nem érzékeltem. Ezt tudom, hogy ez az én hibám, meg lehetem volna sokkal jobban érdeklődő, hogy na most akkor ez milyen is, most milyen is a figura, most akkor ezt hogy oldjam meg. Sokkal ösztönösebb vagyok, az az igazság. Tehát van a feladat, látom a filmet, ami megy, látom, hogy én vagyok ott annak a hangja,
és most mit csinál, most mit csinál, most befeszül, most lazít, most, és tehát így működtek a dolgok, és nem karaktert rajzoltam meg előre. Nem akarom magam hozzá hasonlítani, de mégis azt mondom, hogy a József Attila azt írt az Ászpoétikában, hogy költő vagyok, mit érdekelne engem a költészet maga. Tehát, hogy ő nem szerkesztett, ő azt írta meg csodálatosan, ami benne tombolt, és vagy dolgozott, vagy amit érzett, vagy fontosnak gondolt, hogy elmondjon. Nem gondolkodtam figuraépítésen így. Nekem mindig a lényem van benne a dologba, és akkor is, hogyha a hangom látszik, idézőjelben, tehát ugye csak a hangomra kell koncentrálni, óhatatlan, hogy nincs ott az a valami, ami belülről moccantat. Nem azt mondom, hogy elszaladok a mikrofon elől, de azt bizony mondom, hogy egyszerűen a testem is mozdul hozzá. Mondjuk talán ezt jobban lehet a színházban kihasználni, de soha nem álltam annak ellent, hogy együtt legyek a figurával. És a gyerekeknek is ezt mondom a színjátszó csoportomnak, hogy közben meg van egy színjátszó csoportom is a színházon belül működő Pogácsa Arénában színkör, akik néha előbukkannak előadásokban is, de egyébként ők egy külön egységet is alkotnak. Szóval, hogy mindig egyben vagyok. Szóval soha sem csinálok semmit úgy a színpadon, hogy vagy külön a hangom van, vagy külön a kezem, vagy mocorgok, vagy valami. Tehát egy vagyok, egy jelenség vagyok, egy figura. És igen. Mi a magyar szöveggel dolgoztak? Amit kaptunk. Jó minőségű volt? Alapvetően nekem nem volt gondom vele, meg én úgy vagyok ezekkel a dolgokkal, de ez is lehet, hogy hiba, hogy az a feladat, akkor az a feladat. Viszont ha valami magyartalan, az rögtön kiugrik. Tehát ott akkor rögtön át kellett szerkeszteni. Nem érzékeltem, hogy olyan sok probléma lett volna a magyar szöveggel. Én nem érzékeltem ezt, hogy a Dragon Ballban lett volna sok ilyen. A másik dologban, most azon gondolkodom, hogy melyikben volt az, állandóan javítani kellett, nem tudom, de volt olyan szinkron feladat, hogy ott épp előttünk, hogy ez hogy hangzik jobban. Vagy például volt olyan, hogy megvolt az időség, hogy mennyi alatt kell befejezni, és akkor az időség duplája szöveg volt ott. Na, akkor az nehezebb volt. Mondjuk rajzfilmnél az azért kevésbé baj, mert azt meg tudták úgy csinálni, hogy esetleg akkor azt háttal mondja, vagy valami. De hogyha mondjuk az eredeti figura nem háttal mondta, és már utána következett a párbeszédben a másik figura, akkor ott már lehet, hogy gond volt. Tehát ilyenekre mondjuk így emlékszem. Emlékszem még egy szinkronra, ami érdekes volt, ami egy hangalámondás volt, és nem dragonbólos volt. A TV2-nek volt egy ilyen nyelvi leleményekről szóló kis szinkronos játéka, de még azt csináltam. Az is egy olyan 4-5 éve, vagy valahogy így lehetett. Erről mesélne bővebben? Igazából nem tudok, mert csak az érdekesség volt. Tehát a Szendi Edit rendezte, emlékszem, és a lényege az volt, hogy a furcsaságokat, a nyelvi furcsaságokat egy kicsit kifigurázta. És akkor ilyen történelmi helyzetbe helyezte, és akkor ott voltak különböző figurák, és abból azt hiszem 2 vagy 3 csináltunk. Ugye az is egy sorozat volt tulajdonképpen. Az nem volt többennél, csak olyan kis jópofa volt. És a Dragon Ball során volt alkalma a többi színésszel is együtt dolgozni, vagy külön vették fel? Is. Volt olyan, hogy együtt álltunk a stúdióban többen, de volt olyan, hogy
hallottam a fülesben a társamat, akivel beszélgetek, de ő nem volt ott fizikailag. És kikkel volt lehetőség együtt dolgozni, arra emlékszik? Hát emlékszem a Csöregabira, emlékszem a Törtei Tündére, emlékszem a Breyer Zolira, aki zseniális szinkron színész volt. Emlékszem a Pálfai Péterre, emlékszem a... kire még? Nagyon sokan voltunk, és eléggé régen volt. Lipai Lacire emlékszem. Nagyon sok közös jelenete volt, még Csíkcsaba Krisztiánnal. Igen, így tényleg. Tényleg vele is dolgoztam együtt. Igen. Úgyhogy úgy is dolgoztam, hogy csak a hangja volt, és úgy is dolgoztam, hogy találkoztunk élőben is. Tényleg. Arról mit gondol, hogy nem volt a sorozatban egyértelműen jó és gonosz szereplő, hanem mindenkinek motivációja volt, és a néző dönthette el? Vagy ennyire nem sikerült megismernie? Erről azt gondolom, hogy ez egyrészt egy nagyon jó kérdés, másrészt meg a legjobb, ami ebben a sorozatban létezhetett, az pont ez. Mert nem vagyunk mi emberek, se fehérek, se feketék, és bizony, hogy a motivációink döntenek nagyon sok esetben. És ha valamit megtanul a gyerek, mármint hogy aki ugye nézi, hogy nincs fehér, meg fekete, meg főgonosz, meg algonosz, meg jó, meg rossz, hanem bizony, hogy mi is csinálunk rossz dolgokat, amit később akár meg is ítélünk rossznak, hogy ez rossz volt, vagy csinálunk úgy jót, hogy félelmünkben hirtelen jót csinálunk, mert nem tudhatjuk, akkor én azt hiszem, hogy a legjobb, amit ez a film ki tudott hozni magából, az pont ez volt. Ez nagyon jó kérdés, mert pont egy nagyon fontos dologra ráirányított. Mert erről nekem csak az a véleményem általában is, függetlenül Dragon Balltól, hogy a rossz gyerekdarabok például attól rosszak nekem, hogyha megmondjuk a gyereknek előre, hogy mit kell gondolnia. Hadd mutassuk azt föl, nézze meg, és az ő nagyon jó érzékére hagyatkozva nézzük meg, hogy ő hogyan látja ezt. Igen, gondolkodjon, elemezzen. Na például. És a gyerek nem így fogja megfogalmazni, hogy hú, most leülök gondolkozni, leülök elemezni, hanem egyszerűen tovább él benne a dolog. És ez a legjobb útra való, ami egy ilyen vagy filmmel, vagy színdarabbal történhet, hogy tovább gondolódik, beépül, és bizonyos tanulságokat maguk a gyerekek vonnak le, aki nézik. És nem kell szájba rágni nekik. Nem szeretem a szájba rágos színházat, meg történetet. Sokára ez tudat alatt is működhetett, hogy a gyerek lehet nem is tudja, hanem csak úgy megmarad benne. Így. Egyformán gondoljuk, igen. És az üvöltözések az ön számára is megterhelőek voltak? Hát vigyázni kellett, hogy ne rekedjek le sokszor, mert volt olyan sikítás, ugye, hogy egy tekercs, és az végig a sikítás volt, és hát bizony hang fárasztó feladatok voltak néha. Hogyha véget ér egy ilyen nagyon hosszú sorozat, egy ekkora szerep, nehéz elköszönni a figurától? Akkor nem érzékeli az ember, hanem egy kicsit eltelik egy idő, és hiányzik, hogy nem megyek a stúdióba. Az hiányzik. Mert az már úgy jó volt, hogy mentem a stúdióba fölvenni, és akkor dolog volt. Én a feladatot hiányolt, az ugye elmúlt, és az üres. Mindig van dolog, más dolog, de az úgy hiányzott, hogy nem megyek a stúdióba. Tehát akkor mondhatni, kialakultott egy ilyen családias légkör, uh-huh. A stábtagokkal, a színészekkel. Ez így van. Ez így van. Jó volt. Na, most a Viaszat elkezdte adni nemrég, mert tényleg? A szöve is ment az egész délutáni sávban.
Megteszi, hogyha lesz, akkor egy e-mailt küld nekem, hogy mikor van, mert néha lehet, hogy lesz idő megnézni. Az az igazság, hogy én annyira itt vagyok egész nap, én nem nézek televíziót itt, csak este, és hát este meg sosincs viaszat már, amikor én hazakeveredek. Este már nem is szokták nem. adni. Hát meg ezt gondolom egy ilyen, hát a gyerek sávban igen. van nyilván. Ebből is látszik, hogy mennyire megváltozott a világ. Hát abszolút. De ennél sokkal keményebb dolgok vannak. Vagy például én szerintem a Harry Potter sokkal ijesztőbb, mert ott élő emberekkel történik, ami történik. Tehát például tegnap volt egy előzetes, talán pont a Viaszaton, nem is tudom, mert éjjel ilyenkor már kapcsolgatok, hogy mihol megy, aztán úgy el vagyok, nézem, hogy volt egy előzetes, egy Harry Potter előzetes, és az a pár másodperc volt számomra rettenetesen ijesztő, és ott lehetett látni, hogy a főszereplő srácnak így olvad el az arca, meg a nem tudom. Most ez egy élő ember. Akkor meg ordít, ahogy ugye repül az űrben, meg nem tudom mit. Tehát nagyon pici rész volt, mondom, de jött vele szemben a hosszú ősz ember. Hát, szóval ezek számomra ijesztőbbek. Tomasevics Zorka mesélte a igen. tavalyi közönség találkozón, igen. hogy ő próbálja a horrorfilmeknél úgy szétszedni a tekercseket, hogy a gyerek semmit ne lásson belőle, de annyit változtak a gyerekek, hogy most már direkt már örülnek annak, hogyha valami szörnyet vagy akármit látnak benne. Kíváncsiak rá. És ugye, hogy ez egy teljesen ostoba dolog volt ez az ORTT, és tudsz? Az, teljes mértékben. Mert nincs veleje, tehát egyszerűen a mese az mese, és azon keresztül meg kell ismerni a rosszat, hogy különbséget tudjunk tenni. Nappal van, meg éjszaka van, és kész. És reggel van, meg este van. Tehát, hogy nem? De ez olyan jó, mert én úgy szégyeltem magam, hogy én ilyen gonosz vagyok, aki szereti, hogy ez ilyen sikít, meg ízés, meg... és még csak nem is ágál ellene. Nem ágáltam ellene. És milyen emlékei vannak a manuvári manukkal kapcsolatban? Ott arra emlékszem, hogy az volt a különlegessége, hogy a manuvári manukban a manuknak egy saját kis birodalmuk volt. Arra nem emlékszem, hogy keveredtek kapcsolatba a manók az élő gyerekekkel. Mert azt hiszem, hogy két szálon futott, és mind a két szál fontos volt, hogy volt egy osztály, amiben a kislányok jártak, és az egyik kislánynak egyszer csak lett egy ilyen élő babája, akinek is én kölcsönöztem a hangomat. És ott volt valami konfliktus helyzet egy rossz kislánnyal, aki irigykedett, áskálódott, stb. És innen jöttek a konfliktusok az igazi kislány és a rossz kislány között, illetőleg a babát, mintha ellopták volna, meg mindenféle nehéz helyzetbe került volna ez a baba, aki én voltam. De abszolút nagyon helyesek voltak ezek a kis manok, cukik voltak. Na ez meg pont az ellentétje a Dragon Ballnak egyébként, mert ez meg ilyen helyes, bájos kis japán filmecske volt. És emlékszem, hogy akkor volt a Tamagocsi a játék nagyon, nagyon becsben tartva, nem tudom, hogy azt tudta, hogy van valami kis íze, amit etetni kell, itatni kell, meg tradadadada. Meg temető is volt. És meg minden volt, igen. Na és ez akkor tájt volt ez a sorozat, és... olyan sokszor hallatszódott ez a Tamagocsi a fülembe, mert hogy ez japán film volt, és ugye az tojást jelent. És azt tudtam meg egyedül, hogy ez a tojás, ez a... Aja, igen, akkor azért hívják a Tamagocsi tojásnak, mert Tamagocsi, meg a... Milyen szóra emlékszem még benne a sayonara, sayonara, mindig amikor köszöngettek egymásnak. Az is egy köszönés, egy japán köszönés. Igen. Tehát akkor azt Japánról is csinálták, nem igen. Franciáról? Igen, nem, az Japán volt. Az Japán volt nekem. A fülembe legalábbis, azt rakták.
És amikor először találkozott a japán hanggal, mennyire nehezítette a munkáját? Semennyire se. Az nem zavart. Tehát egyből le tudta követni a hangsúlyokat, mindent? Persze, az abszolút nem zavart. Ez nem zavart. Tehát ahogy ő ahogy mondta, úgy nem, abszolút nem. Most megpróbálom felidézni, hogy zavart. Nem zavart. És nem. A későbbiekben volt még ilyen, amit erről a nyelvről szinkronizált? Nem. Ez volt az egyetlen? Nem volt, igen. Igen, de jó pofa volt, ezt bírtam. Abban is csinált valamit a Breyer Zoli. Meg abban együtt szinkronizáltam a Fodor Zsókával. Akkor még nem volt Barátok közt, tehát nem volt még ennyire névszerű, hát most már ugye... Már nincs is benne. Már nincs is benne, de mindenkinek ő lett ugye a Magdi anyus. De azt hiszem, hogy ő volt az a Manu anyuka, azt hiszem az én anyukámnak a hangja. Mármint, hogy annak a Manócskának volt az anyukája, akit én formáltam meg hanggal. Igen, azt hiszem. Most próbálok visszaemlékezni, hogy ki volt az apuka, de nem emlékszem meg, hogy ki volt a fő Manu. Nem emlékszem már mindenre. Lehet, hogy pont a Breyer Laci egyébként. És melyik szinkron szerepeire emlékszik még vissza szívesen? Hát nagyon szerettem, amikor kezdtem a pályát, ezeket a kis állatkákat, meg méhecskét, meg... Jaj, a legérdekesebb az volt, hogy kihívtak egy csecsemőre. Ez egy reklám volt, és a megrendelő azt hitte, hogy igazi csecsemő, és kérdezte a rendezőt, hogy honnan, hogy tudták azt úgy szinkronizálni, hogy a gyerek az pont akkor, meg nem tudom. Na mindegy, ez érdekes, jó pofa volt. Tehát egy csecsemőt kellett leszinkronizálni? Igen. Nagyon érdekes. Igen, ez ilyen jó pofa. Sajnos nem tudok sokról beszámolni, mert keveset szinkronizáltam. Ahhoz képest, hogy mennyire szeretek szinkronizálni. Tehát, hogy szívesen szinkronizálottam akkor, meg szerintem most is szinkronizálnék. De nyilvánvalóan van egy olyan oldala is, hogy egy gyerek az olcsóbb, gondolom én, mint egy színész. És ma szerintem ez is számít. Hogyha egy gyerek meg tud csinálni egy gyerekhangot, akkor miért? Meg a másik, amit mondott az illető, hogy minek idős színész, hanem legyen fiatal. Tehát ő a valós kort nézi, és nem, hogy hangzik a történetben. És akkor nyilván, hogy ők nem fognak hívni felnőtteket a gyerekre. De szerintem a minőség szempontjából jobb, hogyha mondjuk egy főszerepet, egy gyerek főszerepet rajzfilmben egy felnőtt színész szinkronizál, mert egy gyereknek nem lehet akkora rutinja, hogy úgy hitelesen meg tudja formálni a karaktert, mint egy felnőtt. Hát ez is lehet egy szempont, meg kiegészítve nem csak rutin kérdése ez, hanem vannak árnyalatok, amit lehet, hogy egy színész, akár lehet, hogy gyerekkorától kezdve is tud. Tehát lehet, hogy ha ő szinkronizált volna akárhány évvel ezelőtt, akkor jól csinálta volna, mert ösztönösen színész. Nekem vannak olyan tanítványaim, akik állati jók a színpadon is, mert ösztönösen jók. Tehát csak olyan, tehát mondjuk, mit tudom én, van 20-21 gyerek a színkörben, de abból egy olyan 3-4 dolgozik a színházban bizonyos gyerekszerepekben. De soha nem az érdekelt, hogy azért dolgozzon a gyerekben, mert ő gyerek, és akkor bármelyik gyerek jó. Nem, tehát nagyon sok gyerek jár úgy színkörbe, hogy nem lesz az életében se színész, de megtanul közlekedni a másik emberrel, megtanul kinyitni, megtanul odafigyelni a másik emberre, a másik ember gondolataira. Tehát sokkal többről szól egy színkör, mint hogy színészképzés, és majdnem, hogy azt mondom, hogy az egy ilyen mellékvágány, hogy közben kiderül, hogy
ki olyan tehetséges, hogy még színpadon is legyen vele, vagy adott esetben szinkronizáljon. Tehát az akár már gyerekkortól is ott lehet. Nekem vannak olyan tanítványaim, akik, hát 87 óta tanítok, vagy inkább úgy mondom, hogy a gyerekektől tanulok, hogy azok közül néhányan, a több százból, vagy ezerből, már nem is tudom mennyi, és nagyon sok gyerekkel foglalatoskodtam, meg ők vele, hogy nagyon sok gyerek egyszerűen kinövi magát, és az lesz. Egyszerűen ösztönösen az volt életében, csak akkor még nem színésznek hívták, és aztán színész lett. Bodó Viktor, Kosznovszki Marci, aki most aztán elvégezte a Kolibrinek a báb színészképzését, Csifó Dorina, 4 évesen nálam volt a Dorina. Na hát. Igen, nagyon. A Dorina a 4 éves korában is annyit tudott, mint most. Mindnyájan hordjuk, amit hordunk. Csak arra fele kellett vele tennel. A Dorina úgy énekelt 7-8 évesen szivárványt, a Judy Garlandot, az Ózdak, hogy egy szót halandzsált, de olyan gyönyörűen énekelt, hogy az ember becsukta a szemét, akkor azt mondja, hogy egy felnőtt énekel. Tehát, hogy a Dorina nekem egy ilyen külön rejtvény és csoda. De a Marci is az, a Viktor is az volt, amikor jött a különböző dramaturgiai megoldásaival, különböző jelenetekre. Tehát azt hordja az ember gyerekkorában. Én csak azt mondom, hogy oda terelni a mikrofonhoz gyerekeket, csak azért, mert gyerek, az hülyeség. De valóban vannak olyan gyerekek, akik gyerekkoruktól már színészek is. Én ugyanez voltam egyébként, nem vagyok erre büszke, meg semmi. Ez ugyanolyan ténykérdés, mint ahogy a, nem tudom én, valaki matekban jó. Tehát, vele született adatság. Igen, és hát nálunk ez egy ilyen családi történet, meg az még csak rásegített, hogy a mi apukánk rengeteget verselt, hogy állandóan szavaló versenyre jártuk, de hogy ez nekünk öröm volt. Tehát anyukám például csodálatosan énekelt. Nekem a színpad az egy óriási vágyálom volt gyerekkoromban, aztán tessék. Megvalósult. Igen. Sajnos, hogy hála Istennek. Na, inkább hála Istennek. Milyen előadásaik vannak mostanában? Nem tudom. Most levegyem már a szemüvegemet. Ja, mert azért van a szemüveg rajtam, ezt el kell, hogy mondjam, mert a szemészetről jövök. Kitágították a bal pupillámat, mert valami foltot láttam, és annyira csúnya, hogy nem merem levenni. Hát sok előadásunk van, ez a kis, mi kis társulatunk. Ágacska, Árgyélus királyvi, Hamupipők, felnőtteknek erőltetett menet, vagy egy Födóvig játék, a Hülyéje, vagy az Óz van, vagy a Mátyás király és a Cinkotai kántor, szóval jó sok. Jó sok. Rengeteg. Ugye? Bérletrendszerben dolgozunk egyébként, független színházként, és hát igen, szóval, hogy jó sok előadás van, szerencsére. Ugye jó sok? Igen, ez egy kínálat, ez lehet, hogy egy buta kérdés lesz, de a jelmezeket azt milyen szempontok alapján tervezik meg, vagy választják? Hát mindig az adott darabhoz. Vagy van, hogy választjuk, van, hogy varratjuk, mikor mit. És most ebben az évadban csináljuk először azt, hogy csináltuk, hogy jelmezes fotókat tettünk a műsorfüzetünkbe, mert ez így érdekesebb, mint hogyha csak ilyen civil arcok lennének. Tavaly még civil arcok voltak, most meg alapvetően a színészeink valamilyen figurában láthatóak. Igen, így egyből lehet látni, hogy ki milyen karakter. Ugye? Az adott helyzetben. Mert ugyanakkor, akit látunk itt oroszlánként, a Kókai Jánost, ő például zseniálisan mond verset, ő szokta szerkeszteni a versgalériáinkat, ez az említett erőltetett menetet is ő szerkeszti, csodálatos, nagyon-nagyon szép. De hát ebben például az oroszlán az Ózban, mert hát a minden színész nyilvánvalóan
azt a karaktert hordja, és a jelmezzel rásegítünk, ami az adott előadásban szükséges. Rengeteg van. És ezek mind teltházon mennek? Nem sajnos. Nem sajnos, nem teltház. Van, ami igen, van, ami nem. És hát nem is darabja válogatja, hanem alkalma is válogatja. Úgyhogy igen, érdekes. Ja, a közönség az melyik korosztályból kerül ki? Főleg a gyerek közönség az, ami jön hozzánk, de egyébként szeretnénk ezt kibővíteni, úgyhogy ezért vannak felnőtt előadásaink is, úgyhogy felnőtt közönség is van nálunk, csak mivel nálunk a szervezés az nehezebben megoldott, iskolásokat, óvodásokat jobban hoznak, még fontosnak gondolják a színházat, ezért arra hozzák jobban a gyerekeket. A felnőtt előadásainknál azt veszem észre, hogy ott már számít, hogy mennyire ismertek a színészek. És aztán rendben is van, hogy megnézi, és akkor ilyen-olyan véleménye van, esetleg jó talán, de az, hogy rögtön ránk vegyen jegyet, az kevésbé van. Bár néha van ilyen rásegítés, mert például most volt kint nálunk a Hülyéje című Födő Bohózatnál a Vékulcsár Ildikó a Nők lapjától, és annyira tetszett neki, hogy ő feltétlen írni akar róla. Úgyhogy azt mondjuk most jó. És akkor így lesz egy kis rásegítés sajtó útján. De sokszor van úgy, hogy hozzánk nem jönnek el a kritikusok, mert hát nem jönnek el. Tehát nem vagyunk annyira érdekes. Egy kevésbé kapunk, igen. A gyerek előadásainknál jobb az arány. A szülők részéről? Vagy is, kritikusok? Meg inkább a kritikusok nem járnak gyerek előadásra, legalábbis hozzánk nem. Viszont az óvónők, a tanárnők, a tanárok részéről van visszajelzés. Főleg az, hogyha legközelebbre, a következő évadra is megveszi a bérletét, akkor az biztos, hogy egy visszajelzés. Mert ez azt jelenti, hogy szívesen jön vissza. Van olyan például, aki vesz jegyet, egy csoportos jegyet, például van olyan csoport, aki tavaly még egy előadásra vett csak jegyet, a következő évadra, azaz erre az évadra meg már bérletet vett. Aztán van olyan bérletesünk, aki hát vagy 6.-7. éve iskola pásztorról jár, és folyamatosan jön, és jön, és jön Budapestre. És hát ezt csak, hogy mondjuk, hálásak vagyunk érte, és ezt is úgy gondolom, hogy ez is jelent valami. És a szülők, óvónők, tanárok részéről kapott visszajelzések befolyásolják, hogy esetleg az előadás későbbi megformálását? Hát a megformálását kevésbé, mert azt... Tehát nem úgy jelenik meg a kritika, hogy ez a szereplő mit művelt, mert hát nem lehet így helytállni, vagy így megfelelni az elvárásoknak. De hogy műsoron tartsuk-e, vagy vegyük le, hogy több gáz, hogy ez már lejátszott, abban azért fontos szerepe van a visszajelzésnek. Meg hát az az igazság, hogy azért belülről is érzi az ember, ha valami nem úgy működik, ahogy kellene. És akkor ilyen apró változtatások vannak? Hát vagy változtatás, vagy levesszük. De ha meg például tavaly volt egy olyan eset, hogy a színészek mondták, hogy már vegyük már le, már kiöregettem, már nem akarom csinálni. Akkora volt az igény, hogy mégis műsoron tartottuk, és nem bántuk meg, mert szerette a közönség. Tehát ez sem akadályoz minket, hogy le tudjuk mi venni, ha úgy adódik, de a közönség igényt tart rá, vagy szeretné, ha játsszuk tovább, akkor tovább játsszuk. És a mostaniak közül melyek kapták a legjobb elismerést? Hát ezt én nem tudnám megmondani, mert tényleg inkább azt tudnám mondani, hogy mit szeretnek általában. Milyen előadásokat szeretnek általában. Visszatérve a Dragon Ballra látszólag, például a Grimm mesék, amik ugye tele vannak horrorisztikus elemekkel a könyvben,
nagyon nagy szeretetnek örvendenek. Tehát abból például a Holle anyó az például egy ilyen kedvenc, vagy a Hamupipőke. Vagy ugye az Ózban is például van boszorkány, amit, vagy akit ugye elolvaszt vízzel a Dorka, a kislány. Ott van benne az Óz figurája. Félhetnének tőlem, de úgy oldjuk meg, hogy a veszélyes dolgokat, meg az ijesztő dolgokat humorral oldjuk. Egyébként is az életben is szuper lenne, hogyha egy csomó kemény dolgot tudnánk humorral oldani, és nem lennénk ilyen nagyon földhöz ragadtak, vagy hogy mondjam. Na például ez milyen jó szó, igen. Hát jót tenne nekünk egy kicsit itt, meg sok mindent lehetne a gyerekektől, meg a meséktől tanulni felnőtt korban, ha mernénk. Ha nem mi oktatnánk a gyerekeket, hanem engednénk, hogy hatna ránk az ő világuk, meg az ő nyitottságuk. Igen, mert a gyereknek még, hogy mondjam, nincs olyan élettapasztalata, vagy olyan negatív befolyásoló tényező, mint egy felnőtt embernél, aki már belefásult az életbe. A gyerek az nyitott mindenre, és sokkal logikusabban átlát bizonyos dolgokat, hát igen. Amit a felnőtt mondjuk nem, mert ő már berögződött egy bizonyos dologhoz. Hát ez is egy szempont, de az is szempont, hogy a gyerek még nem tudja, hogy most ő bátor volt, ha kimond valamit, vagy nem volt bátor, mond valamit és igen. Kész. Nem tépelődik rajta. Mond, csinál, néha azt mondjuk neki, hogy ez hülyeség, például ne nyújj bele a konnektorba, milyen hülyeség, bele nyúlsz a konnektorba. És akkor megtanulja, hogy ja, jó, nem nyúlok bele a konnektorban, jó esetben. Persze, ha belenyúl, úgy is érzi, hogy tök gáz, mert miért nyújt bele, mert akkor annak lesz egy következmény. Jó, de tényleg, szóval, hogy többet kellene merni tanulni tőlük, azt hiszem. Igen, mert bennük még egy picit leveszem, mert már ez szorít. Legfeljebb egy kicsit csúnya a bal szemem, ha nem baj. Jó, most zavar is egy picit a fény. Ja, lehetett volna így is. Szerintem semmi gond nincs. Nincs? Nincs. Én azt gondolom, hogy túl nagy a bal szemben a pupilla, de ez csak egy ifjúsági kérdés. Már nagyon szorított ez a szemben. Hogy a gyerekek nem tudják, hogy mi a jó és a rossz, míg a felnőttekben van egy ilyen, hogy lehet tévesen azt mondják, hogy ez jó, az rossz, szerintük így kell cselekedni, és emiatt van a gyerek felnőtt között ez a hatalmas különbség, eltérés, konfliktus. Ez most azért annyira jó, visszaköszönt ez a mondat, hogy a gyerek nem tudja, mi a jó, mi a rossz, hogy a gyerekkoromban is, meg tovább középiskolás koromban végigkísért az, hogy a Pál utcai fiúk, meg a Légy jobb, mint halálig, az például egy olyan alap történet, és olyan nagy igazságokat hordozó történet, hogy engem nem érdekelt, hogy már középiskolás vagyok, és még mindig ebbe így bele vagyok szerelmesedve, meg be vagyok kattanva, hogy állandóan ezeknek tehát a monológokat mondtam, mindig a Nemecsek monológot, még mindig benne van az önálló estemben a Nemecsek monológ, vagy a Nyilas Misi monológ, és a Nyilas Misinek van egy olyan monológia a végén, amikor a tanári kar maga elé rendeli, hogy, és megbüntetik. Abban a monológban mondja, hogy nem akarok többé debreceni diák lenni, és ugye anyukája vigye hazasat, hogy azt mondja, hogy a felnőttek tudják, hogy mi a jó, mi a rossz. Ők bátrak lehetnek, hogy minek bújnak el a sötétben. Tehát, hogy ő nekik tényleg tudni kell, és ők már csak úgy viselkednek, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és ők kitalálják, majd eldöntik, hogy mi a jó, mi a rossz. És a gyerekeknek azt szerint kéne cselekedni, miközben bűnöket követnek el a felnőttek. Hát ugye a sztoriban az a legfájdalmasabb, amikor ugye becsapják a Nyilas Misit. Nem tudom, ma ez már nem történet, pedig fontos történet. Becsapják a gyereket a felnőttek, és ő nem akar közéig tartozni többé. És őt akarják elítélni azok a felnőttek, akik különböző bűnöket követnek el. Ez tulajdonképpen ez a végén ez a kis történet. És olyan érdekes volt, hogy ez most visszaköszönt, hogy,
hogy a jó meg a rossz. Hát mi az, hogy jó meg rossz? Hát van jó cselekedet, meg rossz cselekedet, meg akár egy ember is elkövetheti, javíthatna, ha akarna. A felnőttek azok megtehetnék. Igen, megtehetnék. Ha akarnának javítani a dolgokon. És milyen szempontok alapján választják ki, hogy milyen előadások lesznek? Tehát, hogy mit visznek színpadra? Hát ez nagyon jó. Az úgy van, hogy mi nagyon pici költségvetésből dolgozunk, és nekünk az a nagy előnyünk, hogy mi megtartjuk és vigyázunk azokra az előadásokra, amit már akár évekkel ezelőtt is bemutattunk. Tehát díszlet, jelmez, javítás, meg hát a mindig próbálunk, felújító próbázunk, és néha színészek is változnak benne, mert amit 97-ben bemutattunk, azt már nem feltétlenül ugyanazzal a gárdával mutatjuk be. Tehát ha jó a szerkezet az előadásnak, és követhető és működik, akkor ezt évekig műsoron lehet tartani. Ha elfárad, akkor eldobjuk, ahogy az előbb is mondtam, hogy valamit leveszünk a műsorról. És az szempont, hogy milyen a színészállomány akkor, és ki mit tud jól eljátszani, vagy milyen például az igény, akár a társadalmi igény, de nem úgy, hogy dörömbölnek a Holdvilág Kamaraszínház ajtaján, mert nem így jönnek ide, de ami a levegőben van, tehát a művészetben meg kell érezni, hogy mi van a levegőben. És akkor azt szerint tudunk választani, vagy egyszerűen mi esik jól. Például kapunk egy jó darabot egy írótól, és azt mondjuk, ezt meg tudnánk csinálni. Vagy kapunk egyet, és azt mondjuk, nem tudjuk, akkora létszám, nem tudjuk megcsinálni. Tehát sok-sok összetevőnek kell összejönni. És hogy ekkora nagy a kínálat, az pont annak köszönhető, hogy ami meg sikeres volt, azt műsoron tartjuk. És akkor ahhoz jön még plusz évente egy, vagy kettő esetleg, és azzal bővül. Úgyhogy így. De a szempontok azok részben mondani való függők is, meg készlet függők, emberkészlet, vagy hogy mondjam. Tehát mennyire vagyunk készen rá, vagy milyen alkatok vagyunk ehhez a darabhoz. Tehát akkor előfordul az, hogy az írók ide bekopognak, elhozzák, amit megírtak, és akkor önök azokat elolvassák, és az alapján mérlegelnek? De az is előfordul, hogy vannak olyan előadások, mint például az említett Grimm, amit feldolgozunk. Általában egyébként pont a Kókai János az, aki így a mesét, akit már ugye említettem, kollégánk, aki nagyon szépen nyúl ezekhez a mesékhez, és dolgoz a színpadra, vagy és akkor megkérünk zeneszerzőt, aki közel van hozzánk, úgy értem a Holdvilághoz, és zenét szerez hozzá, úgyhogy érdekes. De hát van olyan előadás is, ahol az szempont, hogy kevés szereplő legyen, vagy van olyan, hogy megkérünk rendezőt, hogy jöjjön, és akkor ő mondja meg, hogy mit szeretne rendezni. Úgyhogy például rendezett nálunk a Szőke István 2005-ben két előadást is. Az egyik a Karnyóné volt, a másik pedig a Cselédek, két felnőtt előadás. Akkor van úgy, hogy megkértük Árkosi Árpádot, ő rendezte nálunk a Hat szerep keres egy szerzőt című előadást 2001-ben. Tehát van ilyen, hogy felkérések vannak, de mindig az adott szituáció dönti el, vagy az adott év. Úgyhogy így. És gondolom itt is, mint a többi színházban, nyárig tart egy idény. Uh-huh. És akkor nyáron veszik fel az őszi programot. Azt már most tervezzük. Már most? Igen, azt most tavasszal kell tervezni, megtervezzük a bérletet. Pont most lesz az, hogy majd szétküldöm óvodáknak, iskoláknak is, és akkor lehet választani, akkor kedvezményt adunk, hogyha valaki előre veszi meg a bérletét. De 5 éve már nem emelünk árat, mert tudjuk, hogy nem könnyű az élet, magunk is érezzük ezt a saját bőrünket. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen örök és folyamatos készülés. Mert ugye tavasszal már készülünk őszre.
Igen. És hány színésszel dolgoznak, így lehet? Ez nagyon érdekes, mert van egy mag, akik az egyesületi tagok, összesen vagyunk 18-an az egyesület tagjai, ebben nem csak színészek vannak, és viszont van több olyan színész, aki meg darabokban játszik egy-egy darabban, és aztán így, úgyhogy körülbelül olyan összesen 33-an működünk a színházban, úgyhogy legalább, közte van olyan is, aki egy darabban legalább érdekelt, de ez a 18, ez ilyen mag, és körülbelül egy olyan 25 fő rendszeresen működik a színházban különböző darabokban. És a rendezők? Hát az is változó, több darabot rendeztem én is, akkor Petyi János kollégám is rendezett, vagy külső, ahogy az előbb említettem, nagy színházak rendezői jöttek hozzánk még rendezni. Hát itt, vagy a Kókai János, hogy említettem például, hogy ő is rendez. Itt nem csak az a szempont, hogy anyagi, hanem hogy mennyire van affinitása a rendezőnek rendezni, és pont nálunk rendezni. Mert ugye mi ismerjük egymást, mi tudjuk, hogy kit, miben látunk szívesen viszont a színpadon, de hát egy külső ember az csak úgy jön rendezni, hogy először megnéz előadásokat nálunk, és akkor úgy van hozzá kedve, vagy hozzánk kedve, akkor jön és rendez. De van úgy, hogy van, aki hoz támogatót, és akkor azt mondja, hogy én hozok támogatót, és akkor én megrendeznék egy darabot. És akkor van ilyen lehetőség is. Természetesen kollégának kell lenni az illetőnek, tehát azért az utcáron ez még nem megy, meg hát nem is fog menni így. De szóval sokféle verzió van, tényleg. És például az írók, akik meg szokták önt keresni a darabjaikkal, ők így frissen elvégzett, tehát hogy frissen elvégezték az iskolát, és úgy jönnek, vagy... Általában idősek, akiktől most legutoljára kaptam darabot, az inkább idős író, és sokszor van, hogy nem tudjuk befogadni, vagy idén nem, de egy későbbi időszakban meg igen. De volt olyan, aki egymás után több darabot hozott, és mind a két darabot hozott, és mind a kettőt meg tudtuk csinálni. Szóval ugye ez is változó, nagyon változó. Szinkronra még egy picit visszatérve. Persze. Említette, hogy a Szándokánban is szinkronizált egy kisfiút. Igen. Erről milyen emlékei vannak? Hogyha gondolok rá, akkor emlékszem, hogy hajófenéken általában voltak a jelenetek, és ilyen nagy, de mindig mi valamit küzdöttünk, mindig nagyon küzdöttünk. Csak ennyi az emlékemről, mindig valamit le kellett küzdeni, meg harcolni kellett. Ezekkel a szinkron szerepekkel egy kicsit másképp van az ember, mint a színházi szerepekkel. De a színházi szerepeket kívülről kell ugye megtanulni, és óhatatlan, hogy amíg tanulom a szöveget, addig belefurakszom az ő jellemében, vagy engedem, hogy ő furakodjon az enyémbe, ez ilyen összefüggő dolog. De egy szinkron szerepnél az van, hogy nem is kapom meg előre, hogy vigyem el és olvasgassam, hanem ott vagyok a stúdióban, és akkor olvasok. Örülök, hogyha engedik, hogy próbával menjünk, mert sokszor idő van, és akkor már azonnal az a tehetség foka, hogyha minél gyorsabban már blattolunk, olvasunk, és már fönn is van. Ez idő alatt nincs szerepformálásra idő, csak egy ráhagyatkozásra van idő. Ha próbáljuk, akkor ugye, mert rövid idők vannak megszabva a tekercsekre. Ha lehet próbálni, akkor lehet kísérletezni. Akár kétszer is, háromszor is elmondani ugyanazt a szöveget, és akkor az egy jó helyzet. Tehát azért mondom, hogy így nem csoda, nem mentegetőzésként mondom, csak tény, hogy így nem csoda, hogy kevésbé emlékszik az ember arra a képre, ami az orra előtt volt
5-6-7-8-10-20 éve, és közben meg jöttek a többiek, jött a többi kép. Tehát így neheze visszaemlékezni rá, mert nem volt ideje az emberben megérnie a figurának. És akkor megint visszatérünk arra, hogy ösztön, az ember ösztönösen megszólal ez a figurához, ez a jó. Vagy legfeljebb a rendező azt mondja, hogy ez most nem jó, most vegyél vissza, most tegyél hozzá, most ez egy kicsit líraibb, ez egy kicsit keményebb, stb. Tehát az a jó, hogyha ha rád nézek a figurára, akkor annyira jól van rajzolva, vagy annyira érzékelem, ha élő színészről van szó, hogy rögtön átveszem az indulatait, mert érzékelem, és tehát fiziológiailag érzékelem a figurát. Az nagyon jó, mert akkor együtt vagyok vele, és akkor abban a pillanatban teljesen a helyzetben vagyok. De nem biztos, hogy ha kijövök a stúdióból, akkor emlékszem utána, akár azonnal is az egész helyzetre. Arra emlékszem, ami akkor is, megint ezt mondom, ami akkor a feladat volt, és a figurának volt a feladata, illetve az én feladatom volt a figurával, hogy úgy mondjam. Sokan mondják, hogy egyből törlődik, amikor kilépnek a stúdióból. Ez ezért lehet, mert attól nem rögződik, hogy nem tanulmányozom a figurát, hanem megélem a pillanatban, és kész. És aztán túl vagyok rajta. És az, hogy nem próbálhatnak, az a rendezőtől is függ, vagy a megrendelő által megszabott határidőtől inkább? Hát biztos ez így összefügg. Ezt még így nem vizsgáltam. Én azt hiszem, hogy az idő pénz, és minél többet tudunk megcsinálni egy azon idő alatt, annál hatékonyabban dolgozunk. Na most a szinkronnak egyik része ez a hatékonyság. Én fájlalom egy kicsit, hogy a művészi része az kevésbé fontos. Gondolom én egyébként, hogy nagy filmeknél, amit sajnos nem volt módom szinkronizálni, ott nyilvánvalóan azért engedik jobban, hogy próbálják a kollégák, de azt gondolom, hogy egy ilyen rajzfilm sorozatnál azért az a lényeg, hogy haladjunk. Igen. Én ezekre a kicsi filmekre, báb és rajzfilmekre emlékszem főleg, amit tévének meséket csináltunk, és azok ilyen pici rövidek voltak, tehát 10-15 perc esti meséhez készültek. Melyek voltak ezek? Emlékszem, hogy volt valami hóemberes, én voltam a kis, nem tudom milyen hóember, akkor valami macis volt. Azt tudom, hogy nagyon sok állatkás volt, rengeteg állatkás volt. A Maja a méhecske a számomra azért volt érdekes, mert abban szinkronizáltam, de annak volt egy rádió változata, amiben meg valami legyecske voltam, valami egészen jelentéktelen figura, futottak még figura, de az se volt rossz, én azt is szerettem. De például van ez a jó kis kiállításunk, hogy 20 éves a színházunk, azt érdemes megnézni, mert tök jó. Érdekes, egy kis áttekintés a 20 évből. Már egyáltalán, hogy egy ilyen kicsi színház meg tud maradni, az már egy jó dolog. Azért vannak látogatói. Persze, abszolút. Különben nem is tudnánk megmaradni, mert szerintem egyike vagyunk azoknak a színházaknak, azoknak a nagyon kevés színházaknak, akiknek számít valamit a bevétel. És hát nálunk az összbevételünknek cirka a felét teszi ki az, hogy van közönségünk, bérlet, meg ilyet, stb. Különben nem léteznénk, tehát olyan szintű a támogatás, olyan alacsony összegű, így ha összeadjuk, hogy nézők nélkül. Már nem úgy értem, hogy nézők nélkül, persze, hogy nézők nélkül színház sincs, csak az a helyzet, hogy amíg egy központi támogatott színháznak a jegybevétel az, mit tudom én, a 10% vagy a 15-20 max, addig
addig nálunk ez a támogatás miatt, hogy annyira alacsony, ugye, a jegybevételen alapszik az életünk. És még így sem emelünk, nem merünk emelni, mert nem tolunk ki a nézőinkkel, hogy ne jöjjenek, mert drágának találnak, és akkor júj, nem jönnek. Bár nagyon sok pénzeket költenek, tehát hogy ebben a jegyvásárlásban néha van egy kis sznopság is, mert bizonyos dolgokra elköltenek sokkal többet is. De hát mi nem vagyunk egy gyors étterem, ahol egy ültőhelybe ott lehet hagyni egy tízest. Magyarországon elég el van hanyagolva a kultúra szerintem. Így találja? Én így gondolom. Én is így gondolom. Nem egy kultúrfogyasztó nemzedék vagyunk. Most már. Hát régen más volt a helyzet. Igen, de én azt gondolom, hogy az oktatás a kultúra nélkül elveszik valami, ami visszahozhatatlan. Úgyhogy lelkük rajta, akik ezen segíthetnének. Még esetleg, egy kérdést feltehetek, hogy a kezdetekkor más volt a helyzet? Melyik kezdetnél? A 20 évvel ezelőtt akkor jóval nagyobb közönség volt, mint most. Nem, ezt így nem mondhatnám. Más, tehát nekünk mindig nehéz volt. Tehát mint független színház, nekünk mindig nehéz volt. Akkor alternatív színházi szövetségnek voltunk a tagjai, most vagyunk a független színházak szövetségének a tagjai. Azok, akik központilag nem támogatottak, azoknak szerintem mindig nehéz. Úgyhogy nekünk az a támogatás, hogy jön a közönség, különben nem is tudnánk megmaradni. Úgyhogy megfordítom a képletet, hogy hála Isten, hogy jön a közönség, nem jön mindig annyi, amennyi lehetne, de ez pont abból adódik, hogy a kultúrának kevésbé van értéke. Tehát amit mondott, ha én egy pedagógus vagyok, és én azt konkrétan vállalom, hogy bizony az én gyerekeim az oktatásban a részvételt is sokkal jobban teszik meg. Tehát jobban vesz részt az órán, ha előtte látott egy színházi előadást. Ne adj Isten, az a színházi előadás kapcsolódik ahhoz, amit mi megnéztünk. A gyerek, mondták tanárok, gyerek jobban kezelhető, amikor kijönnek tőlünk, akkor nem lenne probléma anyagilag sem, mert olyan sok színház van, és olyan sok gyerek, és olyan sok előadás, hogy bőven, még kevés is lennénk nekik, úgy, ahogy vagyunk összesen. De az a helyzet, hogyha ez fentről nem egy támogatott dolog, hogy tudnélik a gyereknek jó, meg az ő lelkének, meg az ő épülésének, ha színház kultúrát szív magába, ha filmet néz, ez azon, akkor a tanár nem fogja a szabad idejét áldozni arra, hogy színházba vigye a gyereket. Sajnos, hála Isten, van olyan tanár, aki igen, mert aki ezt felmérte, az már hozza, és az óvodásokkal is pont így van. És én azt gondolom, hogy a gyerekek a jövő közönsége. Tehát 10 év múlva már nagyobb lesz, meg 20 év múlva meg ő lesz a színházba igen. Járó közönség. És hogy erre nem számítani, erre nem építeni, az csacsiság, és ha már a japánoknál tartunk, milyen fontos nekik az oktatás, meg a kultúra. Hát innen mennek Japánba zenészek, egyéb művészek, mert ott értékelik a művészeinket. Hát sajnos a mi művészetünknek a tárgya a nyelvünk, és azt itt kellene értékelni. Ha értékelnék, de hát... Nem értékelik. Annyira, amennyire kéne, igen. Nem? De hát remélünk, hogy ez megváltozik. Vagy valami ilyesmi.